Futballpálya mögött új sportcsarnok. Minden adott a színvonalas testnevelés órák megtartásához a napkori Jósika Miklós német nemzetiségi általános iskolában. A 40x20 méteres küzdőtér szinte teljesen megtelt szerdán délután. Az új tornacsarnokot ünnepi műsorral, az iskola növendékeivel és pedagógusaival közösen avatták fel. Spinhért Zsolt napkor polgármestere azt mondta, időszerű volt a fejlesztés, régóta szerettek volna jobb feltételeket biztosítani a diákok és a pedagógusok számára. Azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy a településen ez létrejött, megépült, hiszen már visszaemlékszem, hogy a 70-es, 80-as évektől még az elődeink is szerettek volna egy 40x20-as szabvány tornacsarnokot építeni. Nekik egy 12x24-es sikerült, amit szintén megbecsültünk, hiszen nagyon sok gyerek megtanulta ott sok-sok sportág alapjait. Viszont most egy pár évvel ezelőtt uniós, illetve kormány támogatással sikerült ezt az iskola fejlesztési, illetve beruházási pályázatot megnyernünk, úgyhogy egy közel másfél év alatt meg is építették, úgy a csarnokot, mint az iskola átalakításánál is felújítottunk 6 tantermet, 5 új tantermet építettek, különböző foglalkoztató helyiségeket, ugye azt gondolom, hogy teljesen modern lett az iskolánk. A beruházás nagyjából 1 milliárd forintból valósult meg. Az akadálymentesített épületben korszerű öltözőket és zuhanyzókat is kialakítottak. Az intézmény vezetősége örül annak, hogy az új tanévre minden fejlesztéssel elkészült a kivitelező. Nagyon örülünk neki, nagyon vártuk, ez egy hosszabb folyamat volt, mire ez elkészült, úgyhogy nagyon örülünk, hogy ez megvalósult. Kicsit hajtós volt a vége, de most már itt vagyunk a küszöbben is, most már holnaptól átveszik a gyerekek és tudják használni. Szerintem az iskola megfelelően működik, a falunak ellátja a oktatását, úgyhogy, és szeretnek ide járni a gyerekek, környező településekről is jönnek, mert a napkori iskola úgy érzem, hogy színvonalas oktatást biztosít számukra, és most ezzel a 21. századi oktatás küszöbén is átlépünk, olyan feltételeket tudunk biztosítani számukra, ami szerintem nagyon jó. Városi iskola is megirigyelhetne bennünket. A napkori Jósika Miklós német nemzetiségi általános iskola az új tanévet csaknem 200 diákkal kezdte meg, idén pedig 27 első osztályos gyermeket iskoláztattak be a községben.